Kondenzációs kazánt vizsgál a kéményseprő ebben a lakásban. A tulajdonos azt mondja, gyakran előfordul, hogy nincs otthon, amikor először jönnek ellenőrizni. Második alkalommal azonban már tudnak időpontot egyeztetni. Általában másodjára el szoktak érni, de telefonon tudunk konzultálni velük. Tehát nekem a kéményseprő céggel ilyen szempontból még soha nem volt semmilyen késedelem, semmilyen napvérünk, úgyhogy részemről abszolút meg vagyok velük elégedve. Az eddigi kéményseprési sormunka úgy alakult, hogy a kéményseprő vállalat szakemberei az otthonaikban keresték fel a nyilvántartásban szereplőket. Akit nem találtak ott, első alkalommal levélben értesítették, és megpróbáltak vele időpontot egyeztetni. Valkó Attila, a kéményseprő cég vezetője elmondta, július 1-től jelentősen változnak a jogszabályok. A feladat a katasztrófavédelemhez kerül át, és annak, aki kétszer nem engedi be a kéményseprőt, harmadik alkalommal fizetnie kell. Ezután július 1-től a katasztrófavédelem első alkalommal tértivevénnyel fogja értesíteni a lakosságot, második alkalommal szintén tértivevénnyel, és harmadik alkalommal, hogyha akkor se találja otthon a kéményseprő a lakosságot, akkor már fizetős lesz a kéményseprés. Változás az is, hogy július 1-től már csak úgynevezett kondenzációs kazánt lehet beszerelni. A régieket nem kell lecserélni, de ha műszaki okok miatt muszáj változtatni, csak a modern berendezést lehet üzembe helyezni.